színben van, elütemelt. Dunai levegő. Hé, jó ember! Van magának jegye? Tessék. Ez citrom. Narancs. Citrom? Nem nyitok vitát. Hamburger van, ilyen legyen. Gombás van? Van. Akkor gombásod. Aztán van terpesztőse. Láttál már korábbi, Betikém? Beverly Hills, Hollywood, Rodeo Drive. Ha Pamela Anderson meglát, rögtön rábukik a csigaházra. Cső, Vali! Mi történt veled? Pepin! Na és akiknél suszterkodtam, volt egy lányuk Marzsena. Hasa, mint a hordó, a kevlej, mint Mária Teréziáé. A fara, mint az ól vagy a futkerék. Egyszer csak azt mondják, itt alszol nálunk. Na és megágyaztak a Sparhert mellett. Na és reggel ez a Marzsena arcomra teszi a kezét, ott rám fekszik a mellyével. Én meg összerándultam, mert akkor is olyan háklis voltam, mint a 100 választó fejedelem. Na és bevertem a fejemet a kályhába. Hallottad? Mit? Vit! Ki? Szakikám, álljon csak meg. Maga vitt valamit. Megyek, aranykám. Szétnézek. Mennyi lakusok. Nézzél széjjel a te kis birodalmadba. Én is visszamegyek a mosókonyhába, azt szétmaratom a tüdőmet a jó kis forró gőzzel. Gyönyörű a parókája. A karomra ne! Margitka! Meg bánja! Most szabadulj ki, bosszunka! Mi van, Gombacsi? Fiadat keresed? Én nem beszélek a fiammal. Mert kizsákmányolod, mi? Hol van a lányom? Kórházban van. Gyerekünk született. Fiú! Hát persze, hogy fiú. Hát én családomban csak fiú születnek. Menjenek innen! Itt marad! Itt volt 10 dollár. Hát az előbbig láttam, hová tette? Úgyis elviszünk magát, Manori.